A kényszermunkatáborokról a legtöbb embernek a náci Németország jut eszébe, pedig a harmadik birodalom előtt már évtizedekkel működtek ilyen lágerek. A burr háború idején a mai Dél-Afrikai Köztársaságban, de a cári Oroszországban is. Ám akkor oda köztörvényes bűnözőket vittek, míg a kommunista érában elsősorban politikai foglyokat ítéltek gyakran több évtizedes kényszermunkára. A Terrorháza Múzeum egyik új programja, ez az úgynevezett Házhoz megy a múzeum című program, amelynek az a lényege, hogy időszaki kiállításokat viszünk külső helyszínekre. A mai napon itt a Szent Annai Sámuel Református középiskolában, itt Karcagon, gulák tematikában történt ez a kiállítás megnyitó. Milliók szenvedtek ártatlanul a gyakran embertelen körülmények között. Gyakorlatilag minden olyan országból vittek kényszermunkásokat, amelyeket a Vörös Hadsereg elő felszabadított, majd azonnal meg is szállt. Ezt talán inkább azzal lehetne magyarázni, hogy az embereket nem igazán tekintették ekkor embernek. Tehát alapból nem a foglyokat, nem a nemükön szólították, hanem mindenki a kis fufajkájára kapott egy számot, nem tudom, D625. Tehát itt a dehumanizálás egy nagyon fontos része volt a dolgoknak, hogy őket nem igazán tekintették embereknek, de itt megint csak visszautalhatnék a náci kényszermunka, amit a haláltáborokra, hogy ott is ugye tetováltak számokat az embereket, tehát nem igazán szólították őket nevükön, nem tekintették őket így módon embereknek. A kényszermunkatáborok alkotta hálózatot nevezték gulágnak. Ide olyan politikai foglyokat vittek, akiknek bármennyire is konspirált tárgyalás során szabtak ki súlyos éveket, évtizedeket. Kevésbé ismert a Gufpi táborok rendszere. Ide még a színjátékszerű tárgyalás sem kellett, ezekbe a táborokba teljesen ártatlanul kerültek a foglyok. Az volt a legfontosabb, hogy meglegyen a létszám. Így tárgyalás, ítélet nélkül akár egy egész kisváros férfi népességét is elhurcolták az orosz csapatok.